Üdvözöllek a 2024 legjobb okos otthon termékeim videó sorozatában. Ebben az epizódban okos szenzorokról, érzékelőkről lesz szó, konkrétan mozgás és jelenlétérzékelőkről, azaz presence szenzorokról. Kezdjük is a kedvencemmel, az Akara FP2 presence szenzorral. Szerintem megéri a felárat, ugyanis összehasonlítva egy peer szenzorral, a jelenlét érzékelő technológia sonk funkciójának köszönhetően ilyen next level. Az egy dolog, hogy Matter és a főbb ökoszisztémákkal kompatibilis, és ez egy wifi-s eszköz, ami mindent lokálisan, biztonságos protokollokon keresztül csinál, sőt ez azt is jelenti, hogy működik internet kapcsolat nélkül is. A specifikáció tekintetében akár egy 40 négyzetméteres térben is feloszthatunk különböző zónákat, konkrétan 30-at, amit 320 cellával határozhatunk meg, majd ezekhez különböző automatizációkat és triggereket rendelhetünk hozzá. Ami még külön király, hogy meg tud különböztetni 5 embert, de ideálisan 3-ra működik 100%-osan, és így más-más automatizációkat indíthatunk. Ez azért nagyon király, és tényleg next level, mert mondjuk olyan kritériumokat be tudunk állítani, hogyha például valaki más még alszik, amikor mi felkelünk, akkor ne kapcsolja be a hálószobába a lámpát. Amúgy beépített fényérzékelővel is rendelkezik, de amit egy kicsit hiányolok, ha már ennyibe kerül és ennyire next level, hogy szerintem beépíthettek volna egy hőmérséklet és páratartalom érzékelőt is. A technológia alapját egy ultra magas pontosságú radar adja, ami a legkisebb mozgásokat is érzékeli, de van egy dolog, ami viszont nem tetszik benne, legalábbis nekem nem sikerült beállítanom, pedig sokat kutattam utána. Habár az Akara azt állítja, hogy nincsenek hamis pozitívak vagy hamis negatívak, mégis amikor hosszú ideig mozdulatlan maradsz, hajlamos elfelejteni, hogy ott vagy. Ami például éjszakánként a hálószobámban történt meg, nem az, hogy ugye beállítottam, hogy amikor este bemegyek, akkor elindítja a rutinom, ami gyakorlatilag a fények és a légkondi bekapcsolását és a redőnyök leengedését jelenti, aztán amikor aludni akarok, mindent akkor egybe ki tudok kapcsolni egy parancs segítségével. De néha random bekapcsolt az éjszaka közepén, ami azért elég idegesítő, hiszen felébredtem. Eddig nem találtam megoldást a beállításaiban, így a workaround, amit használok, hogy csak akkor induljon ez az automatizáció, ha az elmúlt 7 órában nem használtam a kikapcsoló triggert a hálóban. De akkor is az a véleményem, hogy a jelenlétérzékelőnek az is lenne a feladata, hogy ezt ne ilyen fél megoldással, hanem pontosan tudja kontrollálni. Ami a felépítést és az elhelyezést illeti, könnyű és sokféleképpen lehet, plusz egy mágneses állvánnyal rendelkezik. A mennyezetre vagy falra is szerelhető, viszont itt fontos megjegyezni, hogy nincsen beépített akkumulátora, tehát folyamatosan szüksége lesz egy USB-C-s csatlakozásra. A beállítások tekintetében elég jól testre lehet szabni az érzékenységet és a különböző módokat. A next level funkciók közé tartozik az esés és alvás érzékelés, de itt csak egy módot lehet aktiválni egyszerre, nem tudjuk őket kombinálni. Sőt, ha zónára osztást módot sem tudjuk kombinálni, szóval csak egyet választhatunk ki a zóna, az esés és az alvás érzékelés közül, és azért király lenne, hogyha mindegyiket egyszerre használhatnánk, mivel úgyse fogunk 3-at berakni egy szobába. Én így is elégedett vagyok vele, és amiért különösen megérte az extra felárat számomra, az a funkció, hogy az FP2 háziállat és robotporszívó barát. És ez tényleg így van, hogy honnan tudom, mert van 2 kutyám, és velem alszanak. Tudom, de ez van, és szeretem. Tessék, kimondtam, nyilvánosan. És tényleg működik, ugyanis nem vált ki semmit az FP2-ben, sem a kutyáim, sem a robotporszívóm, és ez annyira király. Ami még fontos info, hogy IPX5-ös minősítéssel rendelkezik, így használható kültéren, de fedett részen. $70 kerül. Na most mit gondolsz az FP2-ről, meg magáról a jelenlét érzékelőkről? Kérlek, írd meg a véleményed a komment szekcióba. Ha sima mozgásérzékelő, akkor az Akarának van a P1-es modellje, egy Zigbee és Matter kompatibilis peer szenzor, és ebből is beszereztem párat, mert jóval olcsóbbak, konkrétan 4-5-öt is vehetsz a P1-ből az FP2 áráért. És nem csak mozgásérzékelője van, hanem fényérzékelője is,
De egyszerűen nem tudtam szinkronizálni a fényérzékelő entitás sem HomeKit-hez, sem Home Assistant-hez. Úgy próbáltam, hogy az akkora G3 kamerája szolgált hubként, sajnos az egyetlen módja, hogy működjön az az, hogyha beszerzel egy másik Zigbee tangle-t, mint például a Sonoff vagy a Sky Connect, vagy csak válasz egy másik szenzort egy másik márkától, például az IMAX-tól. De visszatérve a P1-re, a funkciók tekintetében beépített akkumulátora van, és az akara szerint 5 éves élettartama, hát azóta nem használom, de majd kiderül. Az alkalmazásban beállíthatjuk az érzékelés érzékenységét, ami gyakorlatilag a távolság. 2 méterig 170 fokban, 7 méterig 150 fokban néz. Nagyon szeretem a hozzájáró tartóját, mivel csak fel lehet ragasztani a falra, és egy ilyen kis labdaszerű menettel csatlakozik, bármilyen irányba lehet forgatni, és csupán 17 dollárba kerül. Említettem az IMAX-ot, itt most beszéljünk az ajtó és ablak nyitás érzékelőről, ami TUJA és ZigBee 3 protokollal bír. Nem csak az automatizálásra lehet használni, hanem fontos biztonsági funkciót is betölt számomra, hiszen riasztani tud akár engem vagy a távfelügyeletet, hogyha illetéktelen behatolást vagy betörést érzékel. Fontos tudni, hogy ez nem egy wifi-s érzékelő, tehát szüksége van egy hubra. Mivel az IMAX-nak elég széles a kínálata, így akár használhatjuk az ő hubjukat, az IMAX Neo Bridge Pro-t, de ha komplexebb és több márkából álló okosotthont szeretnénk kiépíteni, akkor más megoldás hatékonyabb, de ezt egy másik videóban átbeszéljük, szóval egyrésztről iratkozz fel a csengővel együtt, hogy ne maradj le róla, másrésztről pedig a leírásba belinkelem a like gomb alatt, amit tudod benyomhatnál, hogyha hasznosnak találod ezt a videót. Az ára nagyon kedvező szerintem, mert 41 dollárért 3 darabot kaphatunk. IMAX Neo Smart Multi érzékelő, ami egy 4:1 ZigBee 3-as érzékelő, mozgás, hőmérséklet, páratartalom, virágítást érzékel 100 fokos tartományban. Eredetileg nem rendeltem meg őket, de miután a többi IMAX termékkel annyira elégedett voltam, úgy döntöttem, hogy mégis megteszem, főleg mivel ugye integrációs problémáim akadtak az Akara P1-gel, mert a mozgásérzékelőt szinkronizálta, de a fényérzékelőt, a világosságérzékelőt nem jelent meg HomeKit-ben, sem Home Assistant. A telepítés egyszerű, a mellékelt 3M ragasztószallaggal vagy csavarokkal is lehet. USB-vel vagy akkumulátorral is használható, utóbbi akár 1 évig is bírja. IP20-as védelemmel rendelkezik, tehát csak beltéri használatra alkalmas. Nem wifi-s alapú, ezért szükség van hubra. Természetesen PIR érzékelőről van szó, tehát jelenlétérzékelésre nem használható, de 46 dollárért szerintem az az érték, amit nyújt, az tök oké. Sonoff ZigBee ember jelenlét érzékelő, az SNZB06P, az 5,8 GHz-es mikrohullámú radar szuper, mivel nem csak a mozgást, hanem a mozdulatlan embert is érzékeli. Ez azért volt fontos számomra, mert a hagyományos PIR és mozgás érzékelők egyszerűen nem tudják lekezelni, ha ott vagy egy adott szobában, de nem mozogsz, hiszen nem érzékeli a mozgást. A 06P beépített fényérzékelőjével akár kondicionálhatjuk a lámpáinkat, fényeinket, hogy csak akkor kapcsoljanak be, hogyha sötét van. Hozzáadható bármilyen ZigBee hubhoz, természetesen a Sonoff hubjaihoz is. És utána bármilyen ökoszisztémában használhatjuk, az ára 15 dollár. Shelly. Ha az okos otthonod legmélyebb testre szabását szeretnéd, akkor mindenképpen meg kell ismerned a Shelly termékeit. A Shelly az okos reléjéről és kapcsolóiról lett híres, de a termékportfóliójukban érzékelőket, izzókat, vezérlőket, aljzatokat és még bögréket és pólókat is találsz. A házamban elektromos redőnyök vannak, de sem ők és sem az utcafronti kapum nem okosak, szóval nyilván okossá akartam tenni őket, ezért a redőnyökhöz 17 darab Shelly Pro 2 PM-et választottam, valamit rendeltem egy Shelly Plus 1-et is a kapumhoz, amit egy Blue Button-nal egészítettem ki. Ezek az eszközök gyakorlatilag okossá teszik a buta eszközeidet. Bármilyen rendszerbe integrálhatod őket, de az általuk célzott szinten a legjobb választás lehet a Home Assistant, aminek 2 oka van. Egyrésztről valószínűleg egy kis programozásra is szükséged lesz, másrésztről pedig a Shellynek hivatalos Home Assistant add-onja van. Most nézzük át a specifikációt.
ezek wifi-s és bluetooth-os szabványon működő eszközök, azon keresztül kommunikálnak és irányíthatóak, akár a dedikált Shelly alkalmazáson, vagy bármilyen más nagyobb platformon keresztül. A Shelly Pro 2 PM egy professzionális szintű kétcsatornás és egyfázisú okos kapcsoló, amit amúgy nem csak teljesítménymérés végzésre, hanem a redőnyök vezérlésére tudjuk használni, és még amúgy van benne egy LAN-port is. De nem csak redőnyökhöz, hanem kapukhoz, tolóajtókhoz, garázskapukhoz is tökéletes. Ha pedig bevállalod a scriptelést, akkor pedig teljesen testre szabhatod. Telepítés szempontjából lehet a biztosítékdobozban, vagy közvetlenül az eszköz mellett is, az én esetemben minden redőny mellett van. A Shelly Plus 1 egy száraz kontaktú és egycsatornás wifi-s okos kapcsoló, ami szinte bármihez lehet használni. A lámpáktól és konnektoroktól kezdve a fűtőtesteken és radiátorokon keresztül a LED szallagokig. Mérete nagyon jó, mert tökéletesen illeszkedik a legtöbb szabványos elektromos dobozhoz és aljzathoz is. Támogatja még az MQTT-t, és integrálhatsz webhookokat vagy egyedi scripteket. És itt jön be a képbe a Blue Button 1, ami egy titkosított Bluetooth eszköz, amivel triggerelhetünk színeket, nem szín, hanem ugye jeleneteket vagy folyamatokat, akár telefon nélkül is. Habár én csak a bejárati kapum kinyitására használom, de programozható akár 4 különböző triggeri, egyszeri, dupla, hármas és hosszú nyomás által. Kompatibilis a Home Assistant-tel vagy bármi ilyen más BT Home protokoll támogató eszközzel, de akár beaconként is működhet, ami nem csak a megtalálása szempontjából jó, hanem ilyen geolokációs szempontból is lehet ugye automatizálni házon belül, lakáson belül 10 méter, kültéren 30 méteres hatótávval. Az egyetlen dolog, ami eszembe jutott, hogy milyen király lenne, hogyha amúgy lokáció alapján beaconként megnyomás nélkül is lehetne triggerelni, erre még nem találtam scriptet. A Shelly Plus 1 ára 8000 forint, a Blue Button 1 ára 7000 forint, a Shelly Pro 2 PM ára pedig 37000 forint. És ezzel elértünk a videó végéhez, köszönöm szépen, hogy megnézted. De mivel még itt vagy, talán érdemes lenne megnézned a legjobb okos hőmérsékletérzékelőket, meg termosztátokat és kamerákat is, ezeket mindjárt ide kirakom, de előtte lájkolj, kommentelj, iratkozz fel a csengővel együtt, mert rengeteg ilyen okos otthonos tartalmam, use case-em jön, úgyhogy remélem, hogy találkozunk a következő videóban, mondjuk ezekben. Klik, klik. Szia, sziasztok!